ez azért néz ki működési hiányok, mert ami maradt, az a tartalékban van. Tehát például, ha mondjuk a beruházás nézed, a beruházásra a piasztére még 2016. december végén megkaptuk a pénzt. Igen. Az a tartalékban van. Tehát az is úgy néz ki, mintha felhalmozási hiány lenne, de valójában nem, mert ott van a tartalékban a pénz, ami a fedezete. A működésnél ez ugyanígy van. Tehát valójában lehet, hogyha kimutatjuk a 2018-as évet, akkor több a kiadás, mint a bevétel, de van bőségesen van tartalékuk, és azt fedezik. Azért van az a táblázat hozzá, az a táblázat, mi is nézegetjük, hogy az hogy lehet, de másképp ezt nem lehet kimutatni azt a táblázatot, csak így lehet. De valójában azt, most már is egy olyan mondat benne, hogy belső finanszírozásra a tartalék felhasználásra. Tehát ez akkor lenne baj, hogyha nem lenne tartalékunk és hitellel, bármivel kellene egy finanszírozni. Azt mondjuk, hogy másik kérdésem, hogy itt van a táblázat olyan, hogy garázs. Rá másfél millió forint, ez milyen garázs? Hát ez a tartalmaz? Az a garázs, amit a zöldházhoz. Zöldház, a polgármester. Nem tervezve, nem? Hát ez tervezve. Hát beszélt a polgármesterről, hogy tegyen bele, ez egy tervezet most akár. Tehát ez nem kőbevésett dolog, mert parkoló. Oké. Hát csak azért, hogy tisztázni, hogy tudjam, mert nem tudom, hogy akkor még miről van szó. Most már tudom, mert a parkoló, az fedés, ezt látom, igen, az benne van. Hát van még több olyan, ami nincs is benne, mert ugye beszélgetünk, ez ugye évek óta, hogy járdák is kellene, tehát ugye ez mind a tartalék terhére, vagy a... Igen, mert arról is hogy születik határozat, és akkor meg... Igen, és azért nem, mert ugye arra még becsültköltséges is, hogy mennyi vagy hogy. Így van. Na most van, ha minden igaz, benne betervez a jutalomra. Igen, igen. Na most nekem nem ezzel van a bajom, mert ez nincs baj, hogyha valakit rendesen dolgozik, be kell jutalmazni, hanem nekem arra lenne javaslatom a képviselő és a bizottság felé, hogy ha ez nyilván hagyva legyen benne a költségvetésbe, szerintem is nincs ezzel baj, de akkor, amikor dönteni kell erről, akkor nyilván polgármester úr csinál magának, vagy nem tudom, hogy valami alapján odaítéli. Nyilván tudom, hogy egy havi jövőmény, mi az összeg. Tehát ugye nekem egyetértési jogom van. Jenci úr fogja ezt, mint ahogy az elmúlt években is megállapítani. Ugye az egyetértési joggal az az, hogy javasol, majd nem javasol. Vagy hogy van, mint van. Én többségében tavaly is egyetértettem, vagy még volt annak idején, akkor is egyetértettem. De ugye maga ez a hivatal működéséhez tartozik. Gyakorlatilag, és nem akarom Jenci úton elvenni a szót, gyakorlatilag ugye ezt Jenci úrnak a hatásköre, hogy megállapít, vagy hogy állapít meg, kinek hogy, vagy kinek nem, ez az ő hatásköre. Természetesen majd, mint ahogy volt, a testvér felé leszámol. Megértettem, de pontosan erre akarok ítélni, hogy ha a képviselő testület hoz egy olyan határozatot, hogy ez idáig rendben van, hogy van egy keret, amit adott esetben jegyző úr, polgármester egyetértéssel, stb. Adhat, de csak akkor, ha beszámolt a képviselő testületnek, mondjuk, mert én úgy gondolom, hogy a jutalom az elmúlt időszakban végzett munkáját adhatom be. Előre ugye nem lehetnek határozni jutalmat, mert azért ez írás lenne, én úgy gondolom. És akkor, ha mondjuk csak számokat mondok, nem biztos, hogy is timmel, december 31-en zárjuk az évet, jegyző úr akkor nyilván átgondolja, hogy akkor ki milyen munkát végzett, érdemli, nem érdemli, mit tudom én, stb. De mielőtt kifizetné ezt a dolgot, tájékoztatni kell a testületet, és egy testületi határozat kell hozzá, hogy most fizethet, vagy nem fizethet. Tehát gyakorlatilag én alakít éve a testületnek, legalábbis részem, hogy magamról beszélek, lövése nincs arról, hogy ki hogy dolgozik, stb. Nem is az én feladatköröm, ezt tisztán vagyok vele, de ha már a kis testület ad egy keretet erre, akkor legyen már jogosítványa tudni is róla, hogy miért kapott, ki kapott, hogy kapott, mint kapott, stb. Mert ezt az egész dolgot részemre, számomra eddig egy homály felett. Elnézést a rossz kifejezéséget használtam, semmi szándékosság nincs benne, csak próbálom megmutatni a dolgot, hogy mi lenne a javaslatom. Mielőtt ez kifejezetésre kerül, az egész évben nyilván jegyzőjelű polgármester egyetértésével érdekeli, de azelőtt, mielőtt ez kifizethetnék testületi ülésen, megbeszélik ezt, hogy kérem. Én úgy döntöttem, hogy ez a tisztelt képviselő testület határozattal engedélyezi ennek a kifizetését, ez és ez a személy megkapja, vagy mindenki megkapja teljesen, mindegy, mert jó munkát végeztek, és ez így értékelhető. Ennyi lenne a javaslatom az elképzelésem. Nem tudom, ez mennyire kivitelezhető. Remélem, jól elmondtam. Jó, jogos, hogy irányítani fog pénzt. Persze, oké. Jó, persze. Csak múltkor is ezzel vitatkozom, hogy picit, hogy nem biztos el kell jutalmazni, hanem
utal kellett kell meghatározni, előre kell meghatározni célokat. És akkor én azt akarom itt folytatni, hogy az a keret a tavalyi adatok alapján lett az a költségvetés összeállítva, tehát a tavalyi tényszám van benne bázisként, onnan indulunk ki. Ezt a keretet most a jutalmazásra megkapom, akkor én a holnap vagy holnap után meghatározom azokat a célokat a köztisztviselőknek, hogy nektek mit kell elérni, hogy ilyen titeket jutalmazni tudja. Igen. Nem a munkaköri feladatot, hogy neked 8 órán be kelljen sötetni, hanem mint az irattárt, rendben, vagy mit tudom én, vagy a kötelezettségvállalási nyilvántartást, ami nincs ott legyen, vagy szabályzatokat, mit tudom, stb. Tehát az esetleg majd elér, ezt én minősítem, hogy egy fél évvel tudom, hogy meghatározom a szempontból, és azt követően lehet, ez az egy havi, akár több részletben, vagy egyszer azt mondom, na itt van megérdemel, vagy egyszer, hogy nézz oda, minősítelek, nem érted el, mert sincs, az sincs, ama sincs, nem jár. És én erről önöket úgy tudom tájékoztatni, hogy lesz egy hivatali beszámoló, és ott önök minősíteni tudják azt a munkát, amit esetleg látnak, hogy hallanak, vagy éreznek itt a testületi munkákkal összefüggésben, és akkor én ott tudom önöket tájékoztatni arról, hogy mi történt ezeknek a pénzeknek a felhasználásával. Tehát azt a jutalomban megérdemelték, vagy nem érdemelték. Na hát egy ilyen részleteiben kicsit tájékoztatás, persze, oké. De akkor a testület nyilván tudod róla, hogy egyetért, nem érted, hogy mit tudom, és akkor közel jövőben majd. Így van, köszönöm, hogy ezt mondtad, hogy nézd oda, így van, mi másképp állhatjuk, mert ez a hivatali munka összefüggésben itt, amit mi kapunk anyagot, mert nem az, hogy ezt az állat magunk, ezt minden jelentünk. És akkor azt mondják, hogy nem. Erről beszélve, csak tehát lenne tájékoztatásra róla, hogy akkor az így működő, hogy ez, hogy elmondta, azt gondolom, hogy ez teljesen korrekt. Mikor időben ez hogy lepesen róla, hogy mikor érez oda egész évben? Hát, én azt gondolom, hogy mert tárgyalni fogják ezt a köztisztviselői napot, július 1-én, akkor szokott lenni valamilyen szintű elismerésre lehetőség, és én ilyen fél éves idő intervallumot fogok meghatározni a minősítési határidőnek, és szerintem ez nyert. Jó, tehát akkor ez a formányozás. Önöknek fogják tudni. Jó, köszönöm szépen. Ennyi lett volna a kérdésem. Most ez a dolgok csak a kérdésről, akkor itt differenciáltan, tehát kertőszegő differenciáltan kapnánk a dolgozóba, nekik nem a távolatot az adatok végrehajtása alapján. Tehát ez a jutalmat, tehát nem. Tehát nem egységes, hogy mondtam, ha jól nem nézze, akkor talán úgy volt, hogy mindig megkapta az egy havit. Az a kérdésem, hogy ez a differenciálás azt jelenti esetleg, hogy egy dolgozó bekapít az eső illetménye. Nem. Tehát a maximum egy a és akkor vagy megkapja az egészet, vagy mondjuk csak az 50%-át, vagy a 10%-át, vagy 80%-át. Már vagy a munkára, mert ugye a jegyzőlogi meg tudja ítélni. Elnyes visszatérve a támogatásra, hogy igen, volt erről szó annak idején, hogy lesz egy ilyen támogatási rendelet, hogy lesz egy alap, és akkor lehet pályázatot, stb. Csak időközben, ahogy el is fogadták ezt az államháztartáson kívüli juttatásnak a lehetőségét, tehát az lehetőségünk a eseti kérelmek meg a támogatására, és úgy tudom, hogy a rendelet a költséget is meghatároz még ilyen sort, hogy államháztartáson kívüli juttatás meg támogatás, tehát lehet, hogy majd, hogyha sokkal ez ennyire szerepet kell, hogy kapjunk, akkor egy mindenhol átcsoportosítással tartalékkel. Ha születik olyan határozat, akkor persze, akkor abból látunk. Vagy módosítani kell, vagy a költségvetést, és akkor meg kell jönni abban a sorban. Tehát ha most úgy fogadjátok el, hogy módosítással, akkor én holnap megjárok és átolkozom. Vagy elfogadjátok így, és akkor utólag születik egy ilyen határozat, és akkor egy módosítás. Ez a legjobb, mert úgyis évközben módosítjuk többször a költségvetést. Nem, már csak azért is, mert ahhoz, hogy valami fokosat mondjuk, ki kéne találni akkor egy elvet, hogy mondjuk mi alapján támogatnánk akár civil szervezeteket vagy kezdeményezéseket. Tehát maradhat a költségvetésben így, mert nyilván a képviselőtestület úgy dönt a későbbiekben, hogy lesz ilyen, akkor nem határozza, hogy ezt. Azért nem szerencsés helyzetben, mert jó sport alapvét, tehát annak a terhére. Hát nem most, de az, hogy jó sport az egy dolog. Ott már mindenre vágyom. Ugye, ha
Ugye szóba került, és csak egy gondolat, tényleg egy észrevétel, amit képviselő úr is mondott. Ugye engem is a vezetők úgy megkérdeztek, vagy kérdezik, hogy nincsen-e lehetőség. Én mindig el szoktam mondani, hogy ezt úgy tessenek már felfogni, tehát a 2010 előtt volt, amikor úgy állt az önkormányzat, akik régebbi képviselőtestületi tagok, hogy gyakorlatilag köszönömre kaptak itt különböző pénzeszközöket, de azt mondom, hogy először is nézzük meg azt, hogy egyáltalán pályázott ez a civil egyesület valahol. Ott élni a támogatást, és ahhoz kérnék kiegészítést. Tehát csak azért, hogy most kitalál egy civil egyesület, hogy farsangot akar csinálni, és az önkormányzattól kér pénzeszközt, hogy egy farsangot meg tudjon csinálni, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartom ezt. Persze ezzel lehet a testület dönt, meg a testület dönt erről a dologról. Nekem ez a véleményem, és én továbbra is azt tartom, hogy természetesen igenis támogassuk a civil szervezeteket, de abban a formában, hogy van egy pénzeszköz, hogy bemutatja, hogy pályázott sikertelen, vagy nem sikeresen, de ha sikeresen pályázott, akkor még a pályázathoz szüksége lenne ilyen meg ilyen pénzeszközre, azt mindenféleképpen én azt mondom, hogy támogassuk, támogatni kell. De csak azért, hogy ahogy az előzőleg elmondtam, én azt nem tudom támogatni. Megmondom őszintén. Hát azért van, hogy ki kell dolgozni egy olyan, Bocsánat, tehát ugye a civil szervezeteknek, hál' Istennek az elmúlt időszakban több formában volt lehetőségük pályázni. Több mindenre. Igen. Tehát, és emberi erőforrások minisztérium az elég sok pályázati lehetőséget adott meg, ugye adott is helyi civil egyesületeknek is. Ebben láttam a kimutatását, tudom megmondani erről egy de egyébként meg tavaly emlékezél el vissza, hogy te mondtad pont azt Tamásnak, hogy azért jobban benne van ezek az egyesületi dolgokban, hogyan működtek, hogyan pályázunk, stb. Ugye ezzel kapcsolatban, hogyha van elképzelés, akkor ez dolgozza ki, vagy mondja el nekünk, vagy terjessz elő, stb. Aztán ugye nyilván jogi és pénzügyi lehetőségek, ugye azok függvényében van a késő testület, akkor ezzel fog érdemben foglalkozni, mert hát szerintem is kell vele foglalkozni. 2012 előtt voltunk olyan helyzetben, hogy igazából nem nagyon ez volt a legfőbb problémánk, hogy hova még mennyit támogassunk, de nyilvánvaló, hogy ebben a költségvetésben benne van sok olyan dolog is, például dologi kiadásokban, üzemanyag, stb. Amiben már önmagában benne van az a fajta támogatás, amit az önkormányzat nyújt, mert hogyha vinni kell, hozni kell egyesületi tagokat, vagy bármi, akkor ugye ezt mindig megtette az önkormányzat. Fűti az épületet, odaadja ingyen és bérmentve az épületet. Tehát az is benne van, de azt a jövő kinézve valóban lehet ezzel mit kezdeni, meg kell ezzel mit kezdeni. Hát, és akkor pedig lehet módosítani a költségvetést, a napfali költségvetési rendeknek van megfelelően, hogy hova mennyit, meg mire, meg mit mutat be. Mert jó pár évezet volt olyan, hogy adtunk, aztán majd később kérnek róla egy beszámolót, hogy azt ők valahol használta fel, vagy mit használta fel. Ezt én nem úgy gondolom, hogy nyilván, hogy most ide valaki kiemelkedjük, nem 200-et vagy. Hát ez nyilván nem így. Nem. Itt van. Még akkor nyilván azt is meghatározhatjuk, hogy mire használhatja fel, tehát most nem kulturális napot. Na most, hogyha ezt nem az önkormányzat effektíva, hanem az önkormányzati rendezvényeken túl, vagy azok közé beékelődve, hogy gyakorlatilag egy folyamatosan lehessen egy ilyen rendezvények, amelyek más, mindig más irányt, meg mindig más igényeket szolgálnak, akkor miért ne lehetne ezt valamilyen formában segíteni? Az önkormányzat úgy is megteszi, mert tudjuk nagyon jól, hogy akár a szállással, akár a szállítással, akár mindennel, amivel tudunk segíteni, azért mondom, meg kell ezt okosan esetleg gondolni, és akkor ha van elég. Most a településen van 4 vagy 5 olyan civil szervezet, ami ténylegesen működik. Most
tudjuk nagyon gyakorlatilag, hogy két nyugdíjas egyesület, a közművelődési egyesület, ennyi vagy meg mi, de... Amikor van ez a romantársak volt? Na, például igen. Úgyhogy azért mondom, hogy 5-6-et nem kell arra mondani, mert hiába van 16 bejegyzett civil szervezet, ebből 10 nem volt. Tehát az ilyeneket nyilván nem kell támogatni, aki 10 évig nem csinált semmit, és most meg azt mondja, hogy nem most akkor vele. Nyilván nem ez a lényeg. Jó, ezt csak ennyit szeretném volna, de akkor ebből maradhatunk, hogy a tartalék terhére a később majd. És azért érdekes, mert ugye volt tavaly előtt voltak olyan dolgok, amikor elhangzottak olyan, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan nem volt betervezve, és ezért nem lehet rá pénzeket fordítani. Úgyhogy akkor ezt most letisztáztuk. Kérdezett, mi volt olyan, és kérdezett, és akkor amennyit tart, akkor tart. Igen, hát ezért mondom. De ezt megtehetjük. A következő alkalommal is, hogy esetleg ezen hagyatották, most nem gondolom, hogy ezért ne kellene dolgozni. Bele kell tenni, mert ezt akkor ebben egy határozottan. Én még csak két említés hadd tegyek, már csak egy picit visszakanyarodva a Tamásnak, az egyházaknak az 5 millió forintért. Ugye akkor az volt a feltétel, hogyha pályáznak, hogy természetesen tegyenek is azért, hogy az önkormányzat hozzásegít, tehát még kérelem keretében ehhez az 5 millió forinthoz hozzásegítse az egyházakat. Na most mi van, ugye a római katolikus egyházunk bár pályázott, de nem nyert. Én azt gondolom, hogy úgy lenne etikus, hogy ők is, hogy felsődnek, tehát egy minimális összeget, ha beterveznék. Valószínű azért pályáztak, mert szerettek volna valamit a református egyház, vagy a római katolikus egyházban véghez vinni. Ugye biztosan volt nekik valami lesz szükségük, azért is mutatták be, de nem nyert a pályázatuk, hogyha esetleg kérnek, mint tudom, hogy most 100-200 ezer forintról beszélek, tehát nem egy olyan nagy összegről, hogy akkor legalább az is legyen már benne, hogy tudjunk nekik akkor valamiben segítséget nyújtani, hiszen ők is a mi falunk gyereke, hogyha idézőjelbe akarom mondani. Tehát ők is a főegyházi. Ugyanúgy benne van tartás, hogy ha bármilyen kérelem érkezik, akár... Tehát csak most ez egy javaslat, hogy nem utána meg az legyen, hogy ugye a tartalék alapból már nekik nem jut. Tehát én ezt így tartanám, nekik pedig úgy. Már is tartanám, hogy beszéljünk magyarul és beszéljünk huszakon tisztességesen. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Abba maradtunk, hogy és én továbbra is azt tartom, hogy nyer egy civil szervezet vagy egyház is adjon hozzá. Kettő, amit most Borika, te mondtál, ez konkrétan most merült fel a szombati rendezvényen, hogy lelkész vagy plébánosunk, vagy hogy hívják, atya mondja, hogy polgármester fogja a héten, tehát a héten fogja a polgármesterület keresni majd egy talpa római katolikus egyháztól, és kérdezem, hogy mire kapcsolatban. Tehát a lényeg, hogy a végén elmondta, hogy hát a római katolikus egyháznak a működéséhez. Na most ugye én erre, mert székelybe is adnak. Szóval én erre megint azt mondom, hogy én meg konkrétan azért mondom, hogy ez már felvetődött, és mondtam, hogy természetesen el kell küldeni, de azt, hogy az egyházak nem tudnak önfenntartóak lenni, és én azért látom az állami pénzeszközöket, és hogy a sajtó folyamatosan eszel van tele, akkor vagy az nem igaz, vagy ez nem igaz. Na csak ez tehát most konkrétum, hogy ők nem nyertek, ugye ez most... De konkrétum, tehát ők nem építeni, hanem ők a fenntartáshoz kérnének. Még egyszer, tehát a fenntartáshoz kérnének 100-200 ezer forintot. Én személy szerint azt mondtam, ha ez bekerül hivatalosan kérelembe, ezt nem tudom támogatni. Tehát a fenntartáshoz nem tudom. Tehát ha nyertpályázat van, hogy most miért nem nyert, ezt nem tudom, mert én nem láttam az elutasító határozatot, de természetesen, ha a római egyház pályázatot nyer bármilyen formában, tehát ők is vannak hőszigetelésre, nyilázásra, stb., azt igenis, önkormányzat egészítsük ki. De maga az, hogy egyházak fenntartásra kérnek, mert akkor fog jönni a ateista egyház is, aki itt van, hogy akkor neki is kérnek.
Vagy akkor neki is kell. Hát pedig az a polgármester nem konkrétan a fenntartásához, hanem azért, hogy ugye ők is csak ugye itt Irgogán községben szolgálatot teljesítenek. Én például arra gondoltam, ha esetleg valami olyan problémájuk van, amihez szükségük lenne egy kis támogatása, hogy ezért azt a kérelmet be tudják küldeni. Tehát én nem konkrétan a fenntartással, de én ilyesmi azt gondoltam. Tehát ezt az esély, meg meg kell nekik adni. Én erre gondolom. Tehát eddig is meg volt adva, tehát még egyszer, tehát ezzel nem volt semmilyen olyan dolog, ami kizárta volna azt, hogy ide bárki, nem bárki, bárki. Jó, ez az egyik dolog, amit szerettem volna mondani. A másik dolog pedig az, hogy nem tudom, hogy ilyenkor kell erről beszélni. Én azt javasolnám, hogy vagy ez helyesebben szociális dolog. Valamikor volt nekünk az első lakáshoz jutó támogatása. Ugye azt tudjuk, hogy Hirdogán községünk nagyon elöregedett, azt is tudjuk, hogy nem nagyon van munka lehetőség itt a községünkben, rengeteg házunk van eladó, nagyon kevesen települnek be a községünkbe. Hogy nem tudnánk esetleg ezzel, vagy valami hasonlóval motiválni az embereket, hogy itt Hirdogán községbe vásároljanak házakat, fiatalokat. Nem tudom, mert ezt nem szóltak. Horribilis összeget, de valami, ami egy kicsit arra készíteni az embereket, hogy igen, Hirdogán község önkormányzata támogat bennünket, hogy mi ott éljünk. Tehát, hogy a lakásvásárláshoz legyen valami kedvük. Ugye én azzal nem értek egyet, elnök asszony, hogy munka lehetőség van itt Hirdogánban is. Azt is mondom, hogy konkrétan hol. A cipőgyár folyamatosan keres munkaerőt. A műanyag folyamatosan keres munkaerőt. Kerék Tibi múltkor is hívott, hogy három emberre lenne szüksége. Bakosi Misi hív, hogy legalább 3-4 emberre lenne szüksége. Beke Zoli volt tegnap hozzám, hogy ha elindul a ládagyártás, neki is kellene 4-5 ember. Tehát gyakorlatilag higgyétek el, hogy van munka lehetőség, csak ugye az emberek. Én most elkanyarodva, hogy ide tartozik, itt van konkrétan a vendéglátó pincéroktatás. Ezen nem tudnak megjelenni az emberek. Nem tudnak. Értem, de most nem is tehát a közmunkatárs, tehát a másik dolog az, hogy a településen, hál' Istennek, tehát én úgy mondom, hál' Istennek, vásárolnak ingatlant, hogy most milyen áron, az megint igen. Olyan, hogy ezen lehet, hogy sok kevés borsó, olyan áron, ami áron megveszik. Én úgy mondanám, hogy például az Alkotmány utcán fiatalok vettek most két helyen is, tehát fiatalok vettek lakást ingatlan. Na, de mennyire vonzóbb lenne, hogyha még kapat is volna hozzá egy kis segítséget? És akkor tudta volna mondani akár ismerősének, barátjának, haverjának. Tehát szájra terjedne ezek a... Ez nyilván inkább egy gesztus. Így van. Ennek olyan értéke van, hogy ember, aki itt akar maradni, vagy ide akar költözni, az azt érzi, hogy már első pillanatban az önkormányzat valamilyen szinten támogatja. Viszont ott meg akkor is azt mondtuk, mikor úgy volt, és ugye elsiklottunk felette, hogy legyen egy megkötés. Legyen egy megkötés, hogy ha 10 éven belül eladja az ingatlanát, gyakorlatilag ráterhelni ezt az ingatlanára, és ha 10 éven belül ő ezt eladja, akkor ezt a pénzt vissza kell fizetni. Így van, meg az ingatlan értéke, mit tudom én, legalább a 2 millió vagy 3-at érje, tehát az egy pár százezer fontosat megyen, és ugye ahhoz a 200 ezer fontos. De ha mi ingatlan, ez már nem tudja eladni. Tehát ha tulajdonképpen ez felkerül, ez a támogatás, ezt addig, amíg hozzá nem járul az önkormányzat, addig nem tudom. És milyen cisztalba kerülhet el a tulajdoni lapra egy ilyen támogatás, egy ilyen terhelés, te szerinted jogilag? Vissza nem kérítendő támogatás. Tehát biztos, hogy van valamilyen, de én nem vagyok jogász, tehát ehhez megint kell egy jogász. Jogász kell, hogy majd éveken keresztül feleskedjél ezért a pénzért. Hogy nem, hát ha még egyszer, tehát a tulajdoni lap valami rajta van, addig nem tudom. Ezért nem tudom. Bármit kell lehet. Tulajdoni lap van, csak akkor, hogyha érjük. Hát ez csak addig, mint a szóval. Nem, hogy van ez a fenntartás, ez a 10 éves. Én
időszak, csak a 10 éves időszak elfor az autó. Szerintem ezt megint csak a dolgok, hogy nem lehet beszélni. Igen, szóval meg nem akarok, hogy a hajlók Ezt az elejében beszéljük meg, az alapjuk a napi rendi pontokban. Most kell, hogy ezt
tisztában vagyunk vele, hogy ugye ennek csak akkor lesz előrelépésben, hogyha erről beszélünk, meg hogyha ebben születnek. Egy szónak is száz a vége, abban maradtunk, hogy a száz szónak is egy vége, bocsánat, hogy akkor abban maradtunk, hogy nem nevesítjük ezeket a dolgokat a költségvetésben, hanem a képviselőtestület, amikor ezzel kapcsolatban döntés hoz, vagy döntésnek kell születnie, akkor átcsoportosítjuk ezeket a pénzeszközöket oda, ahol kell. És akkor menjünk tovább, vagy a kormányok is. Vannak benne értetlen dolgok számomra, és azért kérdezem meg. Van az ötös mellékletben egy olyan, hogy építményadó, vagyis csak a helye van, mert nincs benne az összeg, a 4.1-es mellékletben viszont benne van 85 millió forint építményadó. Most azt mondtad, az rosszabb. Hogy? Mi a sor készítettem? Az a szépavizési adó. Akkor az ott lesz. Akkor az nem kell. Itt is mondja, hogy azért minden meg eltűnt. Azért nem értettem, hogy akkor most mi történt. Nincs olyan kell. A lórik már nincs. Akkor ezt húzom ki. Ez itt nem kell, csak hibás. Kész. Jó, ezért nem értettem, tehát azért kérdezem, mert nem látom át. Mert nem lesz mondani, hogy jó szerepel. Hála Istennek. Nincs ezzel baj. Jó. És azt szeretném még megkérdezni, hogy jelezni, hogy tavalyi költségvetés tárgyaláskor volt egy prioritási sorrend, ezt felállította a képviselőtestület ebbe a költségvetésbe, tervezetben jobban mondom még egyelőre, hogy most is javasolnám felállítani ezt a dolgot, mert valami abban megvalósult, valami nem valósult meg, és most szerintem ezt újra kell tárgyalni ezt a dolgot, hogy azért állítsuk már ezeket a költségvetésbe, akár a tartalék alapterhére, de ha nem beszélik róla, akkor nem tudjuk, hogy miről van szó, hogy miről lenne szó. Úgyhogy felsorolnám itt a tavalyi költségvetésben bejegyzett dolgokat vettem alapul. Nyilván a testület tüntet arról, hogy gondolja, hogy most sorrend nem sorrend, én csak felsorolom, jó? Hogy mit vannak benne. Tehát először is, ahogy tavaly volt, abban a sorrendben gondolom. Az egyessel volt a belterületi utak járdák felújítása. Hát ebből nem valósul be semmi. Játszótér, gyártelep összeállítanak, ez megvalósult, bár a kerítés még az függőben van, tehát az nem olyan nagy összeg, ami gondolom, de foglalkozni kell vele. Csapadékvíz, Alkotmány utca, Petőfi út, Ady Endre út végén átemelő, mert tudomásom szerint az mindig gondban vele, amikor nagy eső van, bár most hál' Istennek egyre nem volt, de jött még olyan idő is. Egységes buszmegállók az ugye részben megvalósult, mert még az ugye folyamatban van ez a dolog. Itt meg volt jelölve a fekvőrendőr építése is Új utca, Vasvári Pál utca. A hatos ponttal volt a támogatási rendszerek kidolgozása, pont az, amiről Tamás beszélt az előbb, tehát ez már tavaly költségvetésben is tárgyaltuk, és be is jelöltük. Hatossal. A következő volt a tűzoltó szertár felújítása. Abból sem történt semmi. Nem tudom, volt a pályázat, nem volt pályázat. Nem volt. Az éppen pontos történet. Igen. Utána volt a GESZ épület felújítása, újjáépítése. Nyilván ez volt pályázat, ezt beírtuk azért, hogy nyilván legyen benne. Polgármester hivatal fűtés, korszerűsítés. Meg nyilvánvaló, most már benne van a költségvetésben a tűzoltó egyesületnek a garázsban, és az utánfutó garázsban most benne van a költségvetésben. Úgyhogy ezek vannak benne, nyilván lehet más javaslat is, meg úgy gondolja ezt a pénzügyi bizottság, hogy ezeket bele kellene tenni a költségvetésbe, megjelölni valahol prioritásként, mert tavaly is beleírtuk ezeket a dolgokat, hogy ezeket szem előtt kellene tartani, nyilván lehet más sorrendben is el kell dönteni, de ezekkel foglalkozik el, ez mind a települést, mondja egy bajait, minden nap egy szorosan érinti az összes vagyik, vagy ennyi lett volna javaslatom, hogy ezekkel hogy foglalkozunk. Én azt javaslom, hogy itt, ahogy te is elmondod, hogy tovább is ezek elhangzottak, hogy egy évközben folyamatosan vettük elő ezeket a témákat, más busz megálló, játszódi, stb. Továbbra is kezdődőtelen kell tudni tartanunk, amellett, hogy azért van itt három nagy beruházás, amit azért meg kell csinálnunk. Tehát prioritás szempontjából az elsőséggel érvezve, hogy az határidős elszámolásokkal van összefüggésben, és hogyha valamit csúszunk, akkor ott borzasztóan nagy problémákkal kell majd szembenézni. Ugye a prioritási listában szerintem azok legyenek, hogy ugye ez munka kell, testületi munka kell, bizottsági munka kell, határozatok kell ennek, stb. Előkészítés kell. Én nem azt mondom, hogy ezek nem férnek bele, meg hogy itt most minden percünket, meg időnket, meg energiát ne fogják foglalni ezek a projektek, de ezzel is rengeteget kell foglalkozni.
menet közben, amire van idő, hogy a képviselőtestületi tagok vagy polgármester úrnak pályázati lehetőséget ugye adottak, akkor nyilvánvalóan mindennel tudnunk kell foglalkozni. De itt például, amit a járdát mondtál, ugye ezekről a témákról is volt szó, mint a buszmegállóval, vagy a játszótérrel kapcsolatban, csak ugye a testület azt valósította meg, és ahhoz nyújt hozzá, ami az egyszerű volt. Mert a járdépítésnél is elhangzott, honnan kezdjük, mit csináljuk, hogy tervezzük, bejárók, mennyi pénzt kell hozzátenni, stb. Stb. Tavaly is elhangzott, és azért mondom, hogy akik régebben itt vagyunk, kértünk annak idején csapadékvíz elvezetésre egy települést átfogó tervezést, és ugye amikor szembesültünk vele, hogy ez ilyen 10 millió forint, ugye rögtön elvezettük, mert vagy lesz pályázat, vagy nem, és azt beszéltük akkor, hogy ez a 10 millió forintot kifizetjük, és nem lesz pályázat, vagy bármi, akkor ez érzékenyen érint bennünket. Tehát én azt javasolnám, hogy azt döntsük el, hogy terveztessünk-e csapadékvíz járdafelújítást, illetve a visszaemlékeztek Zsolti, ugye beszélgettünk róla, hogy a településnek a 90%-án, de lehet a 99%-án ugye építési előírás, amit mi is tudunk, hogy csapadékvizet nem lehet kivezetni a főút vagy az utcán. Vagy ki, de annak megvan az előírása. És ugye hozzákezdeni járdát építeni, tehát én továbbra is azt mondom, a felújítást azt felejtsük el, tehát ez az én véleményem, de természetesen más is mondja el. Tehát ugye azt is sajnos terveztetni kell. Ahogy elnök úr is mondta, akkor döntsük el, hogy még hol, tehát hol csináljuk ezt, a csapadékvizet is, vagy csak azt terveztessük, amit véletlenül saját forrásból tudunk valósítani. Település melyik szakaszain kezdjük meg a járda megterveztetést és ennek a költségeit, és akkor ez legyen a kiinduló pont. Tehát elsősorban ez döntsük el, ez a véleményem, hogy hol, milyen szakaszt terveztetni kell. És ha ez megvan, akkor árajárat, stb. Kivitelező. Mert sajnos, tehát sajnos, majd egyik szem azt mondta sajnos, a másik hál' Istennek, nincs olyan szakemberünk, akivel akár egyiket, akár másikat ki tudjuk kivitelezni. Én azt mondom ezzel kapcsolatosan, hogy amik itt elhúztak, és Zsolt is sem, meg te is elmondtad, ezek nagyon jó. Ezzel nyilvánvalóan foglalkozni kell, amit most nem fogunk tudni megtenni, most a költségvetésről beszélünk, hogy ezeket a keretösszegeket, ezeket a számokat elfogadjuk, így vagy nem. Azt mondja, hogy mi lesz, mert hogy tényleg mindenki a prioritás, amit Zsolt is mondott, már önmagában az, hogy a csapadékvizelvezetés meg a járdépítés az egy szorosan összefüggő dolog, mert mind a kettő azzal fog járni, hogy egy összekapcsolódó rendszert kell hozzá kiépítenünk. Mert azt nem lehet, hogy csak itt megcsináljuk, meg vagy csak ott megcsináljuk, itt a két végét ledugoljuk, aztán majd a víz meg nem megy sehol belőle. Ez biztos, hogy több 10 millió forintba került, már akkor is beszéltünk ennek a tervezéséről. De ettől, ami egyszerű dolog, és nem ilyen mértékben kerül költségbe, mint egy tervezés, vagy akár mi, mint például egy dzsungel, vagy egy útszélesítés, amit már évek óta mondtuk, és szerintem az az egyik legfontosabb dolog, hogy azt a lehető leghamarabb meg kell csinálni. Tehát ezt a következő testületi ülésre, vagy bármikor szedje össze magában mindenki, és akkor ezzel kapcsolatban lehet tenni egy előterjesztést, és ott meg lehet beszélni. Mert most itt vagyunk még a 6. vagy 5. napjaink kornál, 11 óra van, hogy azt szeretném, hogy gyerünk vissza a költségvetésre, a tartalék terhére bármit lehet, bármikor lehet, majd hogyha úgy a tárgyalatestület csak haladjuk ezzel. De amit elmondott mindenki, én ezzel egyetértek, és fontos is, és fel is kell állítani, de például ezt így betervezni a költségvetésben most nem tudjuk. Nem is azt mondtam, csak hogy a tavalyi foglalkozunk vele, csak most nekem olyan érzésem van erre, hogy elmondtál, én egyetértek vele, hogy a dzsungelben is nagyon fontos, mert rengeteg embert érint. Csak most az érdekes számomra, hogy ezzel tavaly is foglalkoztunk, és csak itt próbálok értetlenkedni egy kicsit. Tavaly is foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal, mert tavaly nagyon fontos volt a dzsungelben az útszélesítés, és most, és érdekes módon ez az autótároló, vagy mit tenni az önkormányzat, a hivatal nevét, az belekerült a költségvetésbe, élesbe egy rubrikába, hogy az ott van benne, ez meg csak a tartalék keret terjed. Tudom, hogy nem tudjuk a számadatokat, mindenre tisztán vagyok. Tehát azért az én számomra, én megmondom őszintén, magamról beszélek,
kevesebb fontossággal bír az, hogy a hivatal előtt legyen egy fedett kocsitárnok, mint az, hogy a dzsungelben több száz ember nyugodtan tudja hazajárni a kocsit. Vagy máshol is, teljesen mindegy, hol mondom. Tehát azért nekem ez egy kicsit úgy kilóg, mert most én nem akarom bántani senkit, meg senkinek a kocsiját nem szeretném megsérteni, még az sem, ott nem emberi személyről van szó. De azért nekem kevésbé fontos az, hogy legyen fedve ott a kocsitárnok, mint az, hogy több száz ember nyugodtan járjon haza. Tehát ez az én véleményem, tehát azért én ennél maradnék, és azért ezek a szempontokat fontosan, tehát pontosan ott kellene tartani az élen, hogy azért mi a fontosabb. Jó, ez csak úgy nem érzi. A kettő egymást nem zárja ki. Tehát a kettő egymást nem zárja ki. Megértem, csak foglalkozunk az egyszerűen. Én is a sorrendet felállítjuk abból szempontból, hogy saját magunknak állítjuk fel ezzel senki másnak. De amikor oda kell a sorra, hogy most mondta Tibis, ki kell dolgozni esetleg a szöpteteket, fölgyőző testvérkülésen, akkor döntsön arról, mint testvéred, hogy mi akkor kutatni. Vagy Polán is mondtam, mert csak úgy lehet, hogy szavazosan állítani a település egész éve vonatkoztató, hogy az állítások lennek. Akkor legyen, akkor majd mondjuk azt, hogy a dzsungel, most azt, hogy a költségvetésben benne van ez a fedett micsoda, parkoló, amiről beszéltünk, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezt meg is kell már holnap csinálni. Ezt akkor fogjuk megcsináltatni, amikor a testet azt mondja, hogy meg kell csinálni. Illetve ugye nem csak az képviselő úr, hanem hogy itt a ledes, tehát ennek a parknak is a cseréje benne van, illetve ugye nem tudtuk beletenni, mert ugye nem jött át az árajánlat, ez a tűzoltó, meg polgárőrökön is ez a rész, tehát az is fontos, tehát amit itt felsoroltunk, nem zárjuk egyik a másikat. Természetesen, amit képviselő úr mondott, de ezt fel kell állítani egy sorrendet, ezzel is tisztában vagyunk, tehát ezzel sincsen, illetve ugye ami fontosabb volt, ezt hamarabb meg lehetett, úgymond, amit most beismer az képviselő, hogy ide kijötték, felmérték, mint hogyha most ide kijött volna egy utas, és hozzá kezdték méresgetni, tehát annyi idő alatt nem tudja elkészíteni, mint ahogy ez elkészít. Tehát mindegy, előbb ezt az ajánlatunk, és akkor ez akármi hozzá. Így van. Hogy körülbelül ez ennyibe kerül, ha bárki felméri, a szélesítést is, mert bár én úgy mondom, hogy megbízunk valakit, hogy mérje fel, az azt fogja mondani, hogy anyagköltség, munkadíj, stb. Ennyi. Az egy valós vagy nem valós, de ezt úgyis meg fogjuk hirdetni, mert látjuk azt, hogy egy méter, két méter, megjelölni, hogy a Kéki utca saroktól, a Szabadság utca sarkáig, stb. Anyagköltség, munkadíj, stb. Tehát úgyis meg fogjuk hirdetni. Persze, beszéltünk, csak ugye sajnos ez nem mondja, persze azért az felelősség teljes, aki elkészít egy ilyen árajánlatot. Nem biztos, hogy ő lesz a kivitelező, tehát ugye én ugyanazt elmondtam mindenkinek, hogy ez csak egy árajánlat, hogy mégis legyen róla fogalmunk nagyságrendire, hogy ez 1 forint vagy 2 forint. Tehát, és akkor, ahogy képviselő mondtad, felálljunk egy sorra. Akkor a másik értelmi kérdés hozzászólást nincsen, akkor... Fogjuk meg határozni, hogy mit akarunk megcsináltatni. Egészen. Sorrend az kell dolgozni. Meg akkor a vigenciába kell tartani, és akkor a testületi ülésekre, ami fontos, azt akkor hozni kell be, és kérni, és csinálni. Úgyhogy akkor ezt evidenciába fogjuk tartani. Másik kérdés hozzászólás a költségvetéssel. Ha nincs, akkor aki ezzel egyetett a készültásra szavazunk. Jó, mert úgy nincsen egyetlenül elfogadta a kérdés oldalatot. Igen. Pénzügyi bizottságnak még kellene tudni egy véleményt, amit én megpróbáltam segítségképpen megszerkeszteni, és talán kiosztásra. Ja, igen, az a kiosztásra. Tehát az egy állapotás törvény előírás, hogy kötelező egy ilyen véleményt a bizottságnak megfogadni. Én segítő szándékkal tervezett a nézetet, hanem ezt a ki akarják végzíteni szokás, de minimum egy ilyesmit el kell megfogadni. Mondjuk látták, megértettek. Összefoglalva.